Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és a Renault S20-30-as notebook van itt előttünk, ami 11,6 hüvelyk, és már netbook. Ez egy érintőpanellel rendelkező készülék, 1360x768 pixeles kijelző, szemből jól néz ki, de mondjuk már így ebből a szögből kevésbé. Van egy sima matt fekete műanyag borításunk, kisméretű touchverünk, ami különálló gombokat kapott, illetve a Lenovo AccuType billentyűzete került még bele, ami nem tartogat igazából semmi extrát. Van egy bekapcsoló gombunk. A fedlap a régi G500-as sorozatnak tulajdonképpen mintája, a réfőtet ilyen pöttyözött, érdesített felületű. Készülék jobb oldalán van egy töltő csatlakozó. Találunk egy USB-t, egy SD kártyaszlotot, illetve egy jack csatlakozót. Másik oldalt pedig van még egy USB, egy HDMI, egy RJ45 recovery gomb, illetve még egy hűtőnyílás. A gép alján pedig csak egy kivehető hangszórót, kivehető akkumulátort találunk, még a hangszórók itt alul vannak elhelyezve. Ha megnézzük a gép teljesít, illetve hardware-ét, azt valószínűleg nem fogja engedni a rendszer, de mindjárt meglátjuk. Elvileg talán le van záróval, de mindjárt láthatjuk, hogy hogyan fog ez kinézni. Addig is nézzük meg a specifikációs listán. Itt is van közben. Tehát ahogy említettem, a kijelző 1360x768 pixel felbontású, ami nem túl jó betekintési szögekkel rendelkezik. Ez éppen látszólag egy 500 gigás háttértárral van szerelve. És ha a rendszerinfóba belemegyünk, látható, hogy egy Intel Celeron N2830-as processzor van, 2,16 GHz-es órajellel, 2 GB RAM-mal benne. Ez volt tehát a Lenovo S20 30 Touch. Kövessétek továbbra is a Tekettőt. Sziasztok!